A mozgástanítás újszerű megközelítése, a dinamikus rendszerelmélet és a variábilis feladatgyakorlás elmélete és gyakorlata. Napjainkban egyre többször hallani, hogy a testnevelés oktatásának gyakorlatában olyan oktatási módszerek alkalmazására van szükség, amelyek igazodnak a gyermekek fejlettségi szintjéhez, élményközpontúak és biztosítják a teljesíthető, de kihívás jelentő feladatok, az egyénre szabott differenciálás és motiváció lehetőségét. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy a hagyományos oktatásmódszertani eljárások, oktatási stratégiák és feladatgyakorlási formák nem teszik lehetővé maradéktalanul a tanulók szituációs érdeklődésének magas szinten tartását, a belső motiváció kialakítását és a feladatorientált környezet megteremtését. Filmünk célja bemutatni az újszerű oktatásmódszertani és feladatgyakorlási lehetőségek elméleti és gyakorlati alapjait, melynek keretében bemutatjuk a korszerű mozgástanítási, mozgástanulási elméletek, valamint a dinamikus rendszerelmélet és a nem lineáris pedagógia, valamint a variábilis feladatgyakorlás módszertani alapjait. A nem lineáris pedagógia elméleti alapjának kidolgozása az 1980-as években a dinamikus rendszerek viselkedésének tanulmányozásával került be a köztudatba. Ezt megelőzően azonban Nikolaj Alekszandrovics Bernstein munkássága révén a tudományos gondolkodás már ismerte a szabadsági fok és a szinergia fogalmát, ami egy újfajta mozgástanulási, mozgástanítási szemlélet alapjait vezette be a tudományos gondolkodásba. A szabadsági fok azt jelenti, hogy egy mozgásos cselekvés létrehozásában résztvevő izomrostok, ízületek összehangolt működését az idegrendszer egy időben szabályozza, az adott helyzethez illeszkedő térbeli, időbeli és dinamikai szerkezetnek megfelelően. Még egy egyszerű labdavezetés vagy hajítás esetén is több ezer izomrost működését kell összehangolnia a központi idegrendszernek. Ebből következik, hogy annál magasabb a szabadsági fokok száma, minél több izomrost és ízület kapcsolódik be a mozgásba, illetve minél összetettebb az adott mozgás térbeli, időbeli és dinamikai szerkezete. Ennek megfelelően az egyszerű futás szabadsági fokának száma alacsonyabb, mintha labdavezetés. Ha abból még egy felugrásos lövést is végrehajtunk, még több szabadsági fokot kapcsolunk be a mozgásba. Azt mondhatjuk, hogy a képen látható egyszerű feladat esetében sem elképzelhető, hogy a hajítás mozdulatában az idegrendszer minden egyes, a mozgás végrehajtásában résztvevő izomrosnak tudatosan előírja, hogy mikor kapcsolódjon be, mikor kapcsolódjon ki, mekkora erővel húzódjon össze és ernyedjen el. Ebből az következik, hogy nincs olyan mozgásos cselekvés, amit kétszer egymás után teljes mértékben azonos módon végre lehet hajtani. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a tudatos idegrendszeri szabályozás alatt álló izomrost kötegek működését, tehát magát, a mozgás végrehajtást számos tényező befolyásolja. Ilyen befolyásoló tényezők az úgynevezett egyéni befolyásoló tényezők, mint például a testmagasság, testtömeg, életkor vagy az érzelmi állapot és kognitív fejlettség. További befolyásoló tényező az úgynevezett makrokörnyezeti befolyásoló tényező, mint például a hőmérséklet, a páratartalom, a szociális háttér, versenyszituáció, a szurkolók. Végül a mikrokörnyezeti befolyásoló tényezők következnek, mint például az alkalmazott eszköz, a társak szerepe és száma, maga a játék vagy feladat szabálya. Mindenből következik, hogy egy mozgásos cselekvés létrehozása aktív alkalmazkodást igényel a folyamatosan változó környezeti feltételekhez. Ennek az alkalmazkodási folyamatnak az eredménye a mozgásos cselekvés térbeli, időbeli és dinamikai szerkezetének stabilizálódása. Tulajdonképpen egy mozgásos cselekvés elsajátítása a bemutatott befolyásoló tényezőköz történő folyamatos alkalmazkodások és kölcsönhatások sorozata. Gyakorlati szempontból ez azt jelenti, hogy a mozgástanulás minden szintjén, különösképpen a kezdő szinten, az ismétléses, állandó környezeti feltételeket célszerű felváltani variábilis feladatgyakorlási megoldásokkal. A variábilis, azaz változó tanulási környezet nagyban hozzájárul az idegrendszer alkalmazkodó képességének fejlesztéséhez, ezzel hatékonyabbá téve a mozgástanulás folyamatát és a tanultak adaptív alkalmazását.
Számos tudományos kutatás rámutatott ugyanis arra a tényre, hogy a variábilis gyakorlással elsajátított mozgásos cselekvés magasabb szintű, tartósabb tanulást, valamint változatos környezetben is alkalmazható biztos tudást tesz lehetővé. A variábilis feladatgyakorlásnak két fő csoportját különböztetjük meg. Az első a feladaton belüli, míg a második a feladatok közötti feladatgyakorlási elrendezés. A feladaton belüli variábilis gyakorlásról akkor beszélünk, amikor egy mozgásos cselekvést, sportági technikát hajtunk végre változatos paraméterekkel és környezeti feltételek között. A képen a tanulók három állomáson kosárlabda dobó mozdulatot gyakorolnak. Az egyik állomáson változatos távolságról, a másik állomáson eltérő magasságban, a harmadik állomáson különböző méretű labdákkal hajtják végre a feladatot a tanulók. Azaz feladaton belüli variációkat alkalmaznak. A feladatok közötti variábilis gyakorlásról akkor beszélünk, amikor több mozgásos cselekvés, sportági technikát alkalmazunk változatosan a gyakorlás ideje alatt. Mint az látható, a tanulók három állomáson gyakorolnak. Az egyik állomáson dobó mozdulatot, a másik állomáson átadásokat, míg a harmadik állomáson labdavezetéses feladatokat hajtanak végre. A feladaton belüli és a feladatok közötti feladatgyakorlási elrendezésnek blokkosított, szeriális, más néven sorozat és véletlenszerű változatait különböztetjük meg. A blokkosított feladatgyakorlási elrendezés azt jelenti, hogy az elsajátítandó mozgásos cselekvést, sportági technikát előre meghatározott sorrendben kisebb blokkokban gyakoroljuk. A sorozat feladatgyakorlási elrendezés azt jelenti, hogy az elsajátítandó mozgásos cselekvést, sportági technikát előre meghatározott sorrendben egyszer-egyszer változatos paraméterekkel, környezeti feltételekkel gyakoroljuk. A tanuló kézilabda büntető dobást gyakorol. A feladat 40 dobás végrehajtása, amelyből előre meghatározott sorrendben a kapu 4 sarkába elhelyezett célkeretbe egy-egy lövést hajt végre, majd ezt megismétli 10-szer. A feladatok közötti elrendezés esetén a tanulók három különböző feladatot, labdavezetést, lövést és átadásokat hajtanak végre egyszer-egyszer, majd ezt a sorozatot ismétlik 10-szer. A véletlen feladatgyakorlási elrendezés azt jelenti, hogy az elsajátítandó mozgásos cselekvést, sportági technikát véletlenszerűen meghatározott, változatos paraméterekkel, környezeti feltételekkel gyakoroljuk. Ennek egy másik feladaton belüli példája, amikor a tanulók kosárlabda dobó mozdulatot gyakorolnak. A feladat 50 dobás végrehajtása, amelyből véletlenszerűen meghatározott sorrendben a labda lepattanásának helyéről dobnak 50-szer a gyakorlás során. Összegzés. Oktatófilmünkben bemutattuk a dinamikus rendszerelmélet és a nem lineáris pedagógia, valamint a variábilis feladatgyakorlás módszertani alapjait. Megismertük a blokkosított, sorozat és a véletlenszerű feladatokon belüli és feladatok közötti gyakorlási elrendezés típusokat. A bemutatott módszertani eljárásokkal olyan hatékony tanulási környezetet tudunk kialakítani, amelyben lehetővé válik az egyénre szabott differenciálás és a változatos, kihívás jelentő feladatok kialakítása óráinkon.